2016 évelején Püspökladány város önkormányzata azzal az örvendetes hírrel kereste meg Rácné Hegedűs Ilonát, a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy lehetőség van egy pályázat beadására, szociális alapszolgáltatások fejlesztésére. Mivel minden fejlesztés öröm az intézmény számára, hamar el is kezdődtek a tárgyalások. Többszörös konzultáció vette kezdetét Püspökladány város önkormányzatának szakembereivel, polgármesterasszonnyal, hogy a szociális szolgáltatások terén mi mit gondolnánk fejlesztésre szánni. Mindhárom épület, a Szent István úti, a Gárdonyi Géza úti, illetve a Karcagi úti intézményünkben elsősorban az ellátottakat szeretnénk bővíteni, az ellátottak jelenlegi létszámán bővíteni. Ezen igények alapján készítették el és nyújtották be a részletes pályázatot, melynek kedvező elbírálásáról a közelmúltban értesítették az önkormányzatot és a Segítőkezek intézményét. Elég sok idő volt, míg választ kaptunk, de hála jó Istennek idénre már ez megtörtént. A beadott pályázat alapján mind a három telephelyen beruházások fognak megvalósulni. Felmerült a Segítőkezeknél az, hogy egyre nagyobb igény van a CRT ellátásra, meg a hátrányos helyzetű embereknek a kezelésére, idős embereknek a gondozására, és nyilván ezután egy idővel azzal jár, hogy ugye bővítenünk kell az intézményrendszerünket, és ugye ennek a folyamatnak a végéhez most értünk, hogy legalábbis elmondhatjuk azt, hogy 100 millió forint támogatást fogunk kapni egy topos pályázat keretében, amelynek alapján ugye három helyen is megújul, valamint bővítések kerül az intézmény rendszer Püspökladányban. Nagyon sok munka előzte meg az önkormányzat munkatársaival ennek a projektnek az előkészítését. Mi szakmailag próbáltunk ehhez segítséget nyújtani az önkormányzatnak, hiszen a Püspökladány város önkormányzata a pályázó. Nagyon örültünk a lehetőségnek, amikor értesültünk arról, hogy a szociális alapellátások infrastrukturális pályázata nyert, tehát kedvezően bírálták el. A pályázaton nyert összeg 100 millió forint, ebből mindhárom telephelyen fejlesztések indulnak majd el a közeljövőben. Ennek elsődleges célja az ellátottak létszámának bővítése. A Szent István utcán az idős, illetve a demens betegeink 30 fővel működnek, és ezt 45 főre szeretnénk bővíteni, illetve ezen a telephelyen a pszichiátriai betegek nappali ellátása működik 40 férőhelyen, és azt szeretnénk, mivel van rá igény, hogy még 10 fővel bővítenénk a létszámát. Az idős, a demens és a pszichiátriai ellátottak létszámbővítése a tárgyi feltételek megteremtését vonja maga után. Így a törvényi előírások alapján változtatásokra lesz szükség. Ezért két pihenőszoba, női-férfi mosdó kialakítása, interjúszoba valósul majd meg, valamint az ebédlő és a foglalkoztató helyiség bővítését tervezték a pályázat segítségével. Az udvaron pedig egy szabadidős teret szeretnének kialakítani, vizes blokkal, szalonnasütőhellyel, kerti bútorokkal, füves focipályával, játszótérrel. A másik két telephelyen is sok változás várható a közeljövőben. A Karcagi utcán szintén az idős demens, illetve a pszichés betegek nappali ellátásának létszámbővítésére lenne lehetőségünk ebben a pályázatban. Itt is ugyanazon tárgyi feltételeknek kell megfelelni, foglalkoztatószoba, ebédlő bővítése, a parkoló kibővítése természetesen, a folyosó bővítéséről lenne szó, akkor a mozgáskorlátozott tusolók, WC-k kialakítása, és magának a pihenőszobának a kiépítése. A Gárdonyi Géza úti telephelyen a fogyatékos nappali ellátás bővülne 10 fővel, illetve ott is működik idős demens nappali ellátás, ott is 10 fővel szeretnénk növelni, ami szintén az építmény bővítését teszi szükségessé. Ezen a telephelyen is terveznek focipályát, kerti főzőhelyet is, mely egyformán szolgálja majd a fogyatékkal élő fiatal személyek és az idős emberek igényeit. Az ellátottak létszámának növekedése természetesen a törvény által előírt szakemberek számának növekedését is magával hozza. Több szakember fog itt dolgozni a pályázati forrásnak köszönhetően, mert a létszám feltételek megteremtését is az 1/2000-es rendelet írja számunkra elő,
amelynek meg kell felelnünk, tehát meg kell felelni a törvényi előírásoknak. Diplomás szakemberre is szükség van, hiszen a demens ellátottak számára mentálhigiénikus munkatársat kell alkalmazni, amely szociális alapvégzettséget igényel, és ez diplomás munkakör, illetve szociális gondozók, ápolók alkalmazására lesz szükség. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 6 főt tudnánk pluszban foglalkoztatni, tehát 6 fő munkaerő kerülne felvételre. Nagyon nagy köszönettel tartozunk Püspökladányváros önkormányzatának, hogy megnyerte ezt a pályázatot, és a szociális szolgáltatások fejlesztését megkívánja ezzel oldani. A következő időszakban az elnyert pályázati összeghez igazodva indulnak majd el a megvalósításhoz kapcsolódó teendők. Ugye, hogyha már megvan a nyertes pályázat, megvannak az összegek is, ugye megvolt, nyilván úgy lehet beadni a pályázatot is, hogyha pontos kalkuláció van. Ennek megfelelően ugye szükséges az, hogy ki lesz a kivitelező, ki fogja megcsinálni, ezzel kapcsolatosan lesznek egyeztetések a közeljövőben, ugye nem csak ezzel a pályázattal, hanem más pályázatfutóval is kapcsolatosan. Pontos, tényleg nagyon pontos terveket kell már most akkor megvalósítani, erre lesz mostanában egyébként a közeljövőben szükség és lehetőség. És akkor utána az, hogy most mikor kezdődik a pontos építkezés, mikorra várható, ilyet még most sajnos nem tudok mondani. Nagy öröm ez a városunknak, hiszen ugye plusz egy több új beruházás lesz az, amivel gazdagodik városunk. Ezzel kapcsolatban szerintem minden püspökladány lakos érezni fogja, vagy látni is fogja legalábbis a változásokat, ha nem is direkt beérinti őket, de a változás, a fejlődés, az építkezés a szemmel látható lesz. Mindenképpen nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hiszen régen várjuk már ezt a konstrukciót, és bízunk benne, hogy az ellátottainak a megelégítésére fog szolgálni, úgy, mint az ők családtagjainak is, akik látják, hogy a családtagjuk jó helyen van, jó gondozást kapnak, és nem utolsó sorban maga az intézményrendszer, a hálózat, az ott dolgozók, ápolók, vezetők is, én úgy gondolom, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez jól működhessen.